Nagyon örülök annak, hogy első alkalommal sikerült életre hívni a Kárpátai Polgári Szalont, melynek első rendű célja, hogy a kárpátai közéleti vezetőképző alumnia számára teremtsen egyfajta közösségi teret, egyfajta szellemi műhelyet, ahol a jelenlévők közösen tudnak gondolkodni, közösen tudnak napi aktualitásokról vitázni, és esetleg megoldást találni különböző problémákra. Az a cél, hogy ebből egy folyamatot teremtünk, hiszen havi, két havi rendszerességgel szeretnénk újra szervezni ezeket a szalonokat. A lehetőség szerint más-más helyszíneken, tehát Kárpátalja más-más városaiban, és minden alkalomra egy magyarországi vagy pedig kárpátaljai közéletben ismert személy kap meghívást, akitől a jelenlévők kérdezhettek, vele együtt dolgozhatnak közösen. Első alkalommal Konstantinovics Milán, az MCC szakmai igazgató helyettese, a Mandinár magazin főszerkesztő helyettese fogadta el a meghívásunkat, és egy remek előadás, egy remek beszélgetés bontakozott ki és egy nagyon fontos eleme még a polgári szalonnak, hogy szintén hiánypótló és első alkalommal kerül megszervezésre a Vita Klub. Az, hogy a Vita mit erősít, szerintem nem kell ecseteljem, hiszen észszerű érvelések, szellemi munka, erre pedig a fiataloknak szüksége van, hiszen hogyha egy ilyen aktív fiatal közösség tud kinevelődni kárpát talján akkor az jó utánpótlást ké, képezhet, és szerintem a közösségünk megmaradásának szempontjából ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát lényegében véve a Kárpátai Polgári Szalon az ezeket a célokat próbálja megtestesíteni Kárpátalján. Az a cél, hogy gyűjtsük össze, és azokat a fiatalokat, akik felelősségteljesen gondolkodnak közéleti kérdésekben, akik nyitottak ebben az irányban, és hosszú vagy akár rövid távon a közösség véleményformálóivá szeretnének válni. Tehát nyitottak vagyunk a, a jövőben arra, hogy ezt. A, kibővítsük, kinyissuk minden fiatal számára. Az ifjúsági szervezet közösségi oldalán lesz egy jelentkezési űrlap, ahol nagyon könnyen kitöltve lehet ezt a jelentkezési igényt eljutatni számunkra, és mi majd úgy tervezünk már a jövőben pontos számokkal, és így igyekszünk majd megszervezni ezeket a szalonokat. A kárpátaljai magyar fiatalságnak egy fontos találkozási pontja lehet a polgári szalon, amely Dobsa István, illetve Dobsa Beáta kezdeményezésére indult el. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy kicsi cserélhessék a gondolataikat a kárpátaljai fiatalok, és ők lehessenek később az a vélemény formáló, meghatározó réteg itt a régióban, akik a kárpátaljai magyarság jövőért felelősséget tudnak majd vállalni azt látjuk, hogy már egészen kiskortól, tehát a tíz éves gyerekektől kezdve, akikkel először foglalkozik az MCC, ugye Beregszázban a Fiatal Tehetség Programban, megvan az az érdeklődés, hogy megértsék a környezetüket, egy kicsit jobban képbe jöjjenek az őket körülvevő közéleti rezdülésekkel, és hogyha ezt tudatosan végig tudjuk vinni, és már akár a fiatal felnőtteket, a pályakezdőket is meg tudjuk ilyen szempontból fogni, akkor azt gondolom, hogy van esély rá, hogy itt a szülőföldjén boldogulni képes fiatal közösséget, vezető réteget képezhessünk egészen biztos vagyok abban, hogy ez a polgári szalon és egyáltalán a kárpátaljai közéleti vezetőképző az fontos szerepet játszhat abban, hogy legyen egyfajta nemzeti minimum, legyen egy közös gondolkodás, és ennek a közös gondolkodásnak a központjában, urigójában pedig a megmaradás, az összetartozás és egyáltalán a magyar jövőnek a kérdésköre álljon. És ehhez ne úgy álljanak hozzá mind a magyarországi, mint pedig a kárpátaljai véleményformálók, hogy ez nem fontos kérdés, és fontosabb az egyéni boldogulás megtalálása, mert én azt gondolom, hogy egyénileg is az boldogulhat csak, aki egy sikeres közösségnek a része, és a mi feladatunk az, hogy a polgári szalon, illetve a kárpátaljai közéleti vezetőképző révén egy ilyen meghatározó közösséget teremtsünk itt Kárpátalján.